Szerelembe esni olyan, mint felfedezni a világ rejtett szépségét. A koronavírus okozta korlátozások ellenére városunkban a tavalyi éppen 46 szertartást bonyolítottak le. 14 hévízi és 32 vidéki pár a közösségi távolságtartás szabályait betartva mondta ki a boldogító igent. Idén sem csillapodott a házasulandó kedv. Hegedűs Roxana és Mikó Gábor is hévízen keltek egybe múlt héten. Azért döntöttünk emellett a hévízi esküvő mellett, mert anyukám testvérének is itt volt 5 évvel ezelőtt, és igazából meg voltunk elégedve mind a díszítéssel, mind magával ugye ezzel az egész ceremóniával, illetve szép nagy tágas a terem, szóval ezért is döntöttünk emellett, illetve azért is, mert hát ugye a családjaink a környéken laknak. Magyarország polgári törvénykönyvéről szóló törvény értelmében házastársak. A jelenleg érvényben lévő korlátozások szerint házasságkötésnél kizárólag az anyakönyvvezető, a házasulók, tanúik, a szülők, nagyszülők, testvérek és a házasulók gyermekei lehetnek jelen. Hévízen elég gyakorinak mondható a külföldi állampolgárok házasságkötése. A tavalyi évben a vírushelyzet miatt mindösszesen egy szlovák menyasszony mondta ki a boldogító igent. Azért fontos elmondani az idén házasulóknak, hogy február 1-től lehetőségük van a házasságkötési szándékbejelentéskor, amennyiben a házassági nevük változik, lehetőségük van az anyakönyvvezetőtől kérniük az okmányaikat. Tehát már a házasságkötési szándékbejelentésnél lehet okmányt igényelni, személyigazolványt, lakcímkártyát, vezetői engedélyt, útlevelet, törzskönyvet akár. A házasságkötések számának robbanásszerű növekedése a kormánytörekvéseknek is köszönhető, hiszen a csók és a babaváró hitel a házasságot hozza előtérbe az érettársi kapcsolatokkal szemben. A friss tendencia a születésszámokra is pozitív hatást gyakorol. Erre nagy szükség is van, hiszen évről évre fogyatkozik Magyarország és Hévíz népessége is. A 2020. január 1-i adatok szerint 4699 állandó lakosa van Hévíz városának. Ez 41 fővel kevesebb, mint az azt megelőző évben. A halálesetek számához képest kevesebb a születés. A 2020-as esztendőben 72 állandó lakos hunyt el Hévízen, és 26 gyermek született.